Üdvözlünk a Rich Club.hu csatornáján! A Facebookot csillagászati növekedése, hatalmas felhasználói bázisa és a Föld legfiatalabb önerőből felemelkedő milliárdos vezérigazgatója a világ egyik legizgalmasabb vállalatává teszi. Noha mindenki ismeri az oldal Harvard kollégiumi szobájának az eredetét, egy kicsit jobban elmélyültünk a témában, hogy további érdekes részleteket tudjunk meg. Íme 10 dolog a Facebookról, amit nem tudtál. Első, Al Pacino szerepelt az eredeti Facebook fejlécén. Mielőtt még 2007-ben jelentős honlap átalakítást hajtottak végre, a Facebook első oldalán egy férfi arca volt látható, amely részben el volt takarva egy bináris kód mögött. A Facebook srácnak titulált karakterről sokáig nem lehetett tudni, hogy ki is pontosan, egészen a közelmúltig. David Kirkpatrick a The Facebook Effect című könyvében elárulta, hogy a kép egy manipulált fotó Al Pacinóról, amelyet Mark Zuckerberg barátja és osztálytársa készített. Második, az egyik első Facebook funkció egy fájl megosztó szolgáltatás volt. Ez ugyan nem szerepelt a hivatalos Facebook idővonalon, de az egyik első Facebook kiegészítő a Wirehog nevű peer-to-peer, vagyis pontosabban fogalmazva barátok közötti fájl megosztó szolgáltatás volt, amelyet a Facebookkal párhuzamosan Mark Zuckerberg és három barátja fejlesztett. 2004-ben indult és eredetileg a Facebook egyik fő funkciójának szánták. 2005-ben a Facebook aktívan hirdette a szolgáltatást, és Mark Zuckerberg azt nyilatkozta, hogy a Wirehog ugyanolyan tempóban fog terjedni, mint a Facebook. Valószínűleg a kalózkodással kapcsolatos aggodalmak miatt a Wirehog 2006-ban végül lekerült a Facebook funkciói közül. Harmadik, a bökés kifejezés jelentését soha nem definiálták. A Facebook sugójában elolvashatott, hogy hogyan működik a bökés funkció, azt viszont sehol nem mondják el, hogy pontosan mi is a célja. A leggyakoribb értelmezés a baráti piszkálás, de ennél sokkal kacérabb megfejtésekkel is gyakran találkozhatunk. Mark Zuckerberg azt nyilatkozta, amikor az oldal bökés funkciójáról kérdezték, hogy úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan funkciót készíteni, aminek nincs konkrét célja, szóval találgassatok csak, tőlünk nem kaptok magyarázatot. Negyedik, az átlagos Facebook felhasználónak 130 barátja van. Neked hány Facebook barátod van? Nos, az átlag felhasználónak 130. A Facebook hivatalos statisztikai oldala tele van ilyen apró érdekességekkel és megdöbbentő statisztikákkal, például, hogy az emberek havonta több mint 500 milliárd percet töltenek az oldalon, és hogy a jelenlegi aktív felhasználók száma meghaladja az 500 milliót. Ami a platformot illeti, több mint 1 millió webhely van integrálva a Facebookra, és havonta több mint 150 millió ember használja a Facebookot egy másik weboldalon keresztül. 5. Egy Facebook alkalmazotti pulcsit $4000 adtak el az eBay-en. 2010-ben egy normál kiadású Facebook alkalmazotti kapucnis pulcsi $4050, azaz több mint 1 millió forintért talált új gazdára az eBay-en, ahol közel 50 ember licitált, hogy megszerezhesse. A tény, hogy Mark Zuckerberg éppen egy ilyen pulcsiban sportolt a D8 konferencián, valószínűleg elősegítette, hogy a ruha ilyen magas áron keljen el. 6. Mark Zuckerberg eredeti ötlete a FaceMesh nevű oldal volt. Amikor Mark a Harvardra járt, először egy olyan oldal létrehozása jutott az eszébe, ahol a felhasználók az egyetem hallgatóit tudták összehasonlítani és megmondani, hogy ki néz ki jobban. Nem meglepően ez az ötlet nem különösebben tetszett a Harvard rendszer gazdáinak. A projektet leállították és Markot elbocsátással fenyegették. 7. Az amerikaiak 71%-a fent van a Facebookon. Ez egy nagyon magas szám ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok polgárainak csak 38%-a van fent Instagramon és csak 23% a Twitteren. Ezen belül a női regisztráltak aránya magasabb, mint a férfiaké. A Pew Research Center felmérése szerint a nők 75%-a használja a Facebookot, míg a férfiaknak csak a 63%-a. 8. Az idősebb generációt egyre jobban érdekli a Facebook. 2015-ben a tinik 71%-a volt jelen a Facebookon, mára ez a szám 51%-ra csökkent. Az idősebb generáció viszont egyre növekvő arányban van fent az oldalon. 2019-ben a baby boomernek, azaz az 1946 és 1964 között születettek aránya viszont 60%-ra növekedett a Facebookon. 9. A legtöbb Facebook felhasználó indiai. Az indiai Facebook felhasználók száma már a több mint 260 millió fő. Ez a szám az összes felhasználó mintegy 15%-át jelenti. Emellett a legdinamikusabban az indonéz és filippino felhasználók száma növekszik. Kontinenseket tekintve Európában több a regisztráltak száma, mint Észak-Amerikában, de jóval elmarad Ázsiától és a világ többi tájától. 10. Letölthetsz egy másolatot minden a Facebookon belül végzett tevékenységedről.
Mindössze annyit kell tenned, hogy megnyitod a beállításokat, és ott a Facebook adatait fülön belül a saját adataid letöltésére kattintasz. Ezek után eldöntheted, hogy melyik tevékenységeidről szeretnél egy másolatot. Többek között egy helyen láthatod az összes posztodat, fotódat, videódat, kommentedet, lájkjaidat, reakciódat, csoportjaidat és minden elküldött üzenetedet. A generálás egy hosszú folyamat, aminek a végén a kapott fájl csak pár napig lesz letölthető. Ha úgy döntesz, hogy ezt megteszed, készülj fel arra, hogy olyan dolgokat is újra látni fogsz, amit lehet, hogy már régen el szerettél volna felejteni. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról. Weboldalunkon a richclub.hu-n további érdekes cikkeket olvashatok olyan dolgokról, amik kiemelkedően magas minőséget nyújtanak. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!